Heinz Gábor Biga megkeresett, hogy érdeklődik a lokál hangszedők iránt, a készülő gitárjait feltölthetnénk ezekkel, viszont van egy Tom Anderson Telecaster is, aminek nem elégedett a hangjával, úgyhogy készítettem bele az elképzelései alapján egy Telecaster szettet. Az eredeti problémája az volt a gitárral, hogy nem volt klasszik Telecaster hangja, a gyári Tom Anderson hangszedők ilyen dupla tekercse és zajmentes hangszedők voltak, én viszont csináltam most bele 50-es alapra egy ilyen klasszik Telecaster szettet. Különböző drótokkal, mágnessel és a hangszedő egyéb összetevőiben lehet hangolni, hogy a hangszedő milyen jellegű hangot adjon. Az 50-es évekre jellemző heavy form bar szigetelésű, ez a világosabb, sárgásabb szigetelésű drót tudja az élesebb, vágóbb, ezt a mocskos bluesabb hangot. És a 60-as évekre jellemző plain enamel, ez a szép barnás szigetelési drót tudja ezt a puhább, Gilmour-osabb, jazzibb hangszint adni. Ezen a gitáron nem a klasszik hurláb van, hanem egy ilyen különálló hurláb is külön van a hangszedő becsavarozva a testbe, ez majd látszani fog a videón. Ennek jelentős szerepe van a hangra. Nincs ez a nagyon fémes, nagyon telékre jellemző vágó hang. Most nekünk ez így összességében egy jó összetételt eredményezett, úgyhogy nagyon-nagyon elégedettek lettünk a végeredménnyel. Papírvágó hang, ez a fájó, de kellemes country van. És emiatt is egyébként nagyon fontos, hogy hogy konfigurálod össze, milyen gitárra, milyen fogólap, ez egy körlis gitár, üregesített test, ez egy rózsafogólapos, lehet, hogy ebben ez a pick-up, ezért szól ennyire harmonikusan, mert lehet, hogy így áll össze. Lehet, hogy mondjuk egy Jäger gitárral és egy Jávor fogólappal lehet, hogy nem tudom, tehát hogy így most nagyon melegen szól, tehát iszonyat jó. Thank you.
country or... Igen. Nagyon. Jó. Hát. Most mit mondjak? Jó. Most mit mondjak? Ez a gitár, ez célba ért. Pedig és jól is nem, néz ki, jól áll neki. Pedig azért nem mondhatjuk, hogy egy Anderson úgy azért már eltért a világba, vagy ez egy legendás gitár lett, de én azt gondolom, hogy ez a gitár most lett, most ért célba, legalábbis most találunk majd egymásra.